8500 négyzetméteres telken eladó a 3000 négyzetméteres ingatlan, 80 négyzetméteres melléképülete és körülbelül 100 férőhelyes privát parkolója. 175 millió forintért árulják Miskolc egyik ikonikus épületét. Híradónk az elhagyatott Hámor étteremben járt, amely több mint 3 évtizeden keresztül volt a város meghatározó rendezvényközpontja. Meg annyi emlék, amit az ódonfalak máig visszaidéznek. Nyílik a vadszőlővel ellepett vaskapu, másik oldalán pedig már csak a növényzet éli aktív mindennapjait. Az épület elhagyatott és eladó. Az egykori Hámor étteremben jártunk. Azt lehetett tudni, volt, akik már ugye sokan megnézték, és állítólag Máltán vagy Cipruson van egy hasonlás ennek az épületnek. A kívül-belül exkluzív épület egykor szinte minden nap tele volt. A Bükkvidéki Vendéglátó ZRT által üzemeltetett étterem komplex központ volt. Az LKM üzemi konyhája mellett rendezvényeket tartottak itt, és sok vendéglátásban tanuló fiatal itt végezte gyakorlatát. 89-ben voltam tanuló, akkor kezdtem a kereskedelmi vendéglátóipari szakmunkás iskolát. A Bükkvidéki Vendéglátó Vállalatnak volt ott a tankonyhája, oda jártunk oktatásra, amikor még működött az étterem, működött a cukrászüzeme is, de ez mindegy évig tartott, és utána már be is zárták, utána csak az oktatás maradt meg. A Hámor étterem külsejét ma már növények lepik el, de masszív falai és formái még a törött ablakok ellenére is arról árulkodnak, hogy illusztris épület volt, ami mára ikonikussá is vált Miskolcon. A belső tér még máig őrzi a régi színeket és stílusjegyeket. A hatalmas teremben a csillárok is a helyükön vannak. Ez a nagy terem, amit itt látunk, és három részre lehetett osztani. A harmonika szerűen lehetett kinyitni, bezárni az ajtókat, és akkor ez volt egy rész, középső részt is külön, és akkor ott a belső részt az megint külön lehetett leválasztani. Ott volt a zenekari rendezvények alkalmával, és amikor étkezés volt, akkor egybe volt nyitva az egész, és akkor egy nagy terem volt. Esküvők, szalagavatók, bálok és meg annyi összejövetel emlékét őrzik máig a terek. A Hámor étterem tábla viszont ma már a falnak támasztva pihen. A 3000 négyzetméteres ingatlan 1959-ben nyitotta meg kapuit, és a rendszerváltás utáni években zárta be azokat. A 90-es évek közepén még két bútorház beköltözött a területre, de aztán végleg bezárultak a hámori ajtók. Az épület azóta üresen áll, és már több mint 10 éve eladó.